Ljubica <laughs> Skenderovic fontosnak tartja, hogy minden évben felvegye a szezonális influenza elleni védőoltást. A hetes számú általános orvosi rendelőben kedd délelőtt be is oltatta magát. Az volt, azt a preventíva. Pégy dr. Brigitta, a Szabadkai Egészséghez hetes számú rendelőjének általános orvosa elmondta, a négy komponensű Vaxigrip Tetra már jól bevált. Évek óta ezt az oltóanyagot alkalmazzák a szezonális influenza ellen, ami nagyon jó eredményeket érünk el vele, tehát nagyon jó ellenálló képességet ad a szervezetnek. A ajánljuk mindenkinek, főleg időseknek, persze és más krónikus betegeknek is. Ez a vakcina tulajdonképpen nem betegíti meg az embert, de viszont serkenti az immunitást, serkenti az antitestek termelésére. Ezáltal pedig védelmet nyújt a betegség ellen. Ilyenkor kell felvenni, mielőtt belobban a járvány, mivel két hét kell ahhoz, hogy kialakuljon a szervezet ellenálló képessége, tette hozzá a doktornő. Mellékhatása nincs a vakcinának, egy-két nap alatt elmúló helyi bőrpír jelentkezhet. Ivanka Beokovics a Szabadkai Egészségház igazgatója szerint Szabadkára elegendő mennyiségű szezonális influenza elleni védőoltás érkezett, amit a hétvégén szétosztottak a város és a környékbeli települések összes általános orvosi rendelője között. Svaka ambulanta raspolaže dovoljnom količinom vaccina. Procedura je jednostavna za, za građane. Treba da se javite kod svog izabranog lekara u svoju ambulantu. Lekar će u jednom opštem pregledu i intervju obaviti i nakon toga se bez problema vakcinišete. Dr. Bohucki Nebojša, Sabatkai Közegészségügyi Intézet, Jelvenyügyi Szakorvosa elmondta, Észak-Bácskában összesen tízezer adag Vaxigrip tetra védőoltás érkezett, Szabadkára 7500, Topolyára 1900 és Kishegyesre 600 dózis. Véd négy különböző influenza vírus ellen, konkrét influenza A, a szubtípus H1N1, aztán influenza a. H3N2 és két különböző szerotípus influenza B ellen. Tehát, ha valaki felveszi a grip védoltás, lesznek antitestek négy különböző influenza vírus ellen. Nem csak a 65 évnél idősebbeknek, de a szív- és érrendszeri, a cukorbetegségben, daganatos megbetegedésekben, a krónikus máj- és veseelégtelenségben szenvedőknek, és a gyenge immunrendszerrel rendelkezőknek is ajánlott felvenni a védőoltást a szakemberek szerint.